tisztelt vendéget! És akkor most már halljunk végső búcsúszót egy párat, mielőtt itt hagynánk, igen tisztelt házat. Mert illő, hogy mielőtt kiútra indulunk, Isten s ember előtt mi híven beszámoljunk. Kedves mennyasszonyunk is, mi módon szólnak, az ideérzelmétől a szavakhoz jutva. Elmondom tehát én, mint elméje gondol, így módon szólnak, látom búcsúszáról. Hosszú az én utam, melyre most indulok, ezért én Istenem, te hozzád fordulok. Tőled buzgó szívvel kegyelmet esdeklek, mert segélyt és áldást csak tőled nyerhetek. Kélek, ó, ne hagyj el keserves sorsomban, bent fiaddal együtt állj mellettem nyomban. Mert most változik meg életemnek útja, vagy sírig örömbe, vagy örökös búra. Hozzátok fordulok, kedves szüleim, és kik jelen vagytok, rokonaim, testvéreim. Kísérjetek el ti is az Isten házába, és kérjétek az Urat értem imádkozva, hogy szent áldását adja szent házasságomra. És akkor most már átadnám a mennyasszonyt a vőlegény kezére, de erre úgy vigyázom, mint a szeme fényére, hogy valami baj és veszély ne érje. És már látom, hogy a toronyóra is kellő időt mutat, úgyhogy most már ne hálassuk meg mi ezt a tiszteletes urat. De mielőtt elindulnánk, a tisztelt háznéphez lenne egy kérésem, hogy a szertartáson ne okozzunk gondot, vegyük elő a telefonunkat és nyomjuk meg rajta a némító gombot. Mert hát hogy jönne az ki, hogy az igen percében, az addida a dili, szóval a légtérben. Tényleg!